ebbe az iskolába jártam, általános iskolába, ahol most dolgozom. És akkor itt nagyon-nagyon erős személyiségek voltak tanáraink. Nagyon szerettem őket. Nem voltam kitűnő tanuló, de ezzel semmi probléma nem volt, mert otthon sem várták el, hogy most mindig mindenből ötös legyek. Tehát engedték, hogy gyerekek is legyünk egy kicsikét, és nem volt kötelező mindig ötösnek lenni mindenből. Utána a gimnáziumban tanultam itt tovább, a Bonyhádi gimnáziumban, és tényleg olyan meghatározó személyiségek tanítottak engem, illetve én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket. Tehát nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Már otthon is a falu, vagy a szomszéd gyerekeket nagyon szívesen patroláltam kisgyerekkoromban is. És ebből az indítatásból az lett, hogy pedagógusi pályát választottam. Mégpedig nem alsó, hanem felső tagozaton, tehát én egy matek-kémia szakot végeztem. 89-ben végeztem ezen a szakon, és hát nem itt kezdtem el dolgozni, azt azért elmondom, hanem a mostani Széchenyi Általános Iskolában. Én 2003-ban jöttem vissza ide az iskolába, illetve kerestek meg azzal, hogy szükségük lenne ilyen szakos kollégára, és akkor jöttem vissza egykori általános iskolámba. Egy ilyen kis druk volt bennem, és egy kis várakozás is, hogy ugyanabba az intézménybe visszajönni, már tanárként, és nem diákként. Szerintem egy nagyon szép szakma, a pedagógus szakma. Tele kihívással, minden nap nyújt valami teljesen újat, amivel eddig az ember nem találkozott. Mert a gyerekek, ahány gyerek, annyiféle gyerek, annyi különböző gonddal, problémámmal, örömmel. És szerintem akkor jó egy pedagógusnak a munkája, hogyha tud és mer a gyerekek felé nyitni, és mer az ő nyelvükön kommunikálni velük. Ez lesz a 9. tanév, amióta tagintézményvezető helyettesként fogok dolgozni ebben az intézményben. Várakozással és egy kicsikét nehéz szívvel vállaltam el ezt a feladatot. Ugyanakkor kihívásnak is éreztem, mert hogy meg tudom én ezt csinálni? Tehát felmerült bennem egy ilyen kérdés meg, hogy szeretném én ezt csinálni. A legelső alkalom, amikor ezt elvállaltam, akkor én már 8 éve, akkor el is mondtam, hogy egy évre, egyelőre. Hogy szeretném látni, hogy ez nekem megy, tudom csinálni. Nem megy az egyéb pedagógiai munkám kárára, belefér az időmbe, belefér emellett a család is, mert azért mindenki vallja be, család is létezik, és azért őrejük is kell időt és energiát fordítani. Hát és úgy tűnik, hogy belefér. Igyekszem megtenni mindent az iskoláért, megtenni, hogy az iskola jól működjön. Úgy gondolom, hogy tagintézményvezetőként ez a feladatom. Hogy mindaz, ami az iskolában van, a tanítás, az oktatás, a gyerekekkel való foglalkozás, a programok, azok flottul és kisebb döccenőkkel, de jól menjenek.